Káin és Ábel. Ádám és Éva nekifogtak, hogy emberivé formálják a kietlen világot. De hiába szerették volna a paradicsomot újjávarázsolni, már ők maguk sem hasonlítottak Isten ártatlan paradicsomi teremtményeire. Ettek a tiltott gyümölcsből. A jó és a gonosz tudása örökre megváltoztatta őket is, gyerekeiket is. Ugyanis volt gyerekük, két fiúk született. A nagyobbikat Káinnak hívták, a kisebbiket pedig Ábelnek. Körülbelül annyira szerették egymást, mint az oroszlánokat a bárányok, mint a tigriseket az őzek. Tudtak valamit, ami az édenkertben ismeretlen volt. Tudtak félni és gyűlölni. Káin például az öccsét gyűlölte. Káin földművelő lévén növényeket áldozott Istennek, Ábel a pásztor pedig juhokat. Isten Ábel áldozatát fogadta el. Káin ezen nagyon megsértődött. Miért komorodtál el ennyire? Kérdezte Isten Káint. Magadhoz mérd magad, nem máshoz. Ha jót teszel, emelt fővel járhatsz. De ha gyűlölet foglalja el a szívedet, sértődöttség és harag, akkor a bűn is ott leselkedik az ajtód előtt, mert arra vágyik, hogy elnyeljen. Káin azonban hiába próbálta tűrtőztetni magát. Egy alkalommal, amikor kin jártak a mezőn, rátámadt Ábelre, és megölte. A holttestét elásta a homokba, de Ábel kiömlött vére megszólalt a porból, és hangosan Istenhez kiáltott. Mit tettél, te szerencsétlen? A testvéred kiömlött vére kiált hozzám a porból. Legyél te átkozott a földön, amelyik befogadta Ábel vérét. Bújdoss el a színem elől! Legyél földön futó! Megbélyegezlek téged, amint a barmokat szokás, hogy lássák az emberek az én bélyegemet a homlokodon, és irtózzanak tőled. Ekkor Káin felkelt, elfutott, és letelepedett az Édentől keletre. Feleséget vett magának, gyereke született. Ennek a gyereknek az unokája Metusáél, és Metusáél unokája Jábál, minden síposnak és lantosnak az atya. Továbbá Tubal-Káin, mindenféle réz és vasfegyverek kovácsolója. De hogy ne csak Káin nemzetsége szaporodjon el a földön, Ádámnak is születtek újabb fiai. Például Szét, Ábel helyett, akit megölt Káin, és Káin helyett, akit világgá kergetett az Isten. Az emberek szaporodtak és sokasodtak, mind többen és többen lettek, és egyre több gonoszságot műveltek. Isten ült az édenkertben, a folyópartján, nem messze a tudás fájától. Hallgatta, miképp zúg a víz, és az angyal lángpallosa. Az embereken gondolkozott, akik egyre kevésbé tetszettek.